Kollár László András polgármester és Potápi Árpád János, a térség országgyűlési képviselője leplezte le az emléktáblát, amit Nagy Csaba, a Mezőségről Alsónánára költözött faragómester készített a Trianon 100. évfordulójára. Megtetszett a falu, pont ugyanolyan, mint ahol én születtem, a Mezőségen, Nagysármáson, ugyanilyen dombos, és nagyon megtetszett a környezet, az emberek, befogadtak. Hogy keveredtetek ide egyáltalán? Egyáltalán úgy keveredtünk ide, hogy egy székelykaput faragtam ki, faddomborúban felállítva, és akkor itt maradtunk. Megtetszett a hely, így kerültünk ide. Az ötletek úgy jöttek, hogy összeültünk. Először másképp volt, hogy ne ázzék, akkor jött a tető, hogy ne legyen székelykapu se, hanem egy ilyen kis tetőcske, de azért szép legyen. Hát más pedig, mit mondjak, az ötletek úgy sorba jöttek. A turulmadárral is, mert az nemzetünknek a régi ősmadarunk. Mert úgy volt először, hogy a felül lesz kifaragva az idézet, a Salbertnek az idézete, de nem fért bele, mert nagyra akartunk, és akkor bekerült a Nagy Magyarországon. Az emléktáblát a templom melletti parkban állították föl, hogy minden Alsónánán járó jól láthassa. Trianon 100. évfordulója alkalmából készítettük ezt az emlékművet. Természetesen a fő téma, tehát az egésznek a témája ugye az a Magyarország így mond megcsonkítása. Hát azt szerettük volna a következő évtizedekre üzenni, hogy sose felejtsék el, hogy mi történt, és ez emlékmű a bizonyíték arra, hogy a magyarok tudnak élni és tudnak tovább boldogulni. A képviselőtestület döntött el, hogy megcsináltatja ezt az emlékművet, egy helyi lakos, Nagy Csaba, fafaragó művész, vagy mester, bocsánat, inkább úgy mondom, fafaragó mester kezemunkája. Közösen, tehát a testület és ő közösen leültünk, megterveztük, illetve az ősszel kezdtük, téli estéken megterveztük, és márciusban kezdett hozzá. És körülbelül 100 nap munkája van benne. A helyi újságban megjelent Trianon témájú cikkeken kívül előadássorozatot is tervezett az alsónánai önkormányzat az évfordulóra. Meghívta erdélyi testvértelepülésüket, Szótyor képviselőit, akik örömmel el is fogadták a meghívást, de a járványhelyzet miatt ez nem valósulhatott meg. Az eltelt idő semmit nem változtatott azon a tényen, hogy ami 100 éve történt, nem tárgyalás volt, hanem diktátum, egy büntetés, ami a háború elvesztéséért mértek ki ránk. A döntéssel olyan emberek milliói büntették meg, akik mentek, mert a hazájuk szólította őket. Ezzel az emlékművel azt szeretnénk utódainknak üzenni, amit Vas Albert így fogalmazott meg. Együtt erő vagyunk, szerte szét gyöngeség, mondta az alsónánai polgármester. Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár elmondta, hogy több olyan programot is létrehoztak, ami erősítheti a kapcsolatot a határon túli magyarokkal. Az elmúlt időszakban nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy a magyar közösségek között a magyar-magyar kapcsolatrendszert meg tudjuk erősíteni. Több ilyen programunk van, akár a gyerekeknek, főleg a hetedikeseknek, de a középiskolásoknak is a határtalanul pályázat. Az, hogy el tudnak menni osztálykirándulás keretében támogatott módon, kormány által támogatva, gyakorlatilag ingyen, de felkészülve határon túli magyar területekre. Egy hasonló, nagyon jó program, a testvértelepülési program, ami támogatja ilyen viszonyoknak, vagy szerződéseknek, kapcsolatoknak a kialakítását, és támogatjuk ezeket a találkozókat. Sajnos az idei év ebből a szempontból se a határtalanul, se a testvértelepülési, se egyéb más programok szempontjából eddig nem volt jó. Bízunk abban, hogy a járványhelyzet majd lehetővé teszi, hogy sok mindent be tudjunk az ősszel, vagy majd jövőre pótolni, de a 10 év munkája azért azt is eredményezte, hogy ez a járványhelyzet sem szakította meg közöttünk a kapcsolatot, hanem a kicsit a fizikális világból áttéve a virtuális világba, de tovább vittük ezeket a dolgokat, úgyhogy bizakodunk abban, hogy minél előbb ennek a helyzetnek is vége lesz, és utána barátok, ismerősök, rokonok újra tudunk találkozni.
a 100 év emlékére, a trianoni békeszerződés aláírásának 100. évfordulójából szerte az országban, így Alsónánán is 100 másodpercen keresztül zúgtak a harangok. Emlékeztessen bennünket ez erre a történelmi dátumra. Az elmúlt évszázad a magyarság számára nem volt egy nyereséges évszázad, illetve nyugodtan mondhatjuk azt, hogy a sok megpróbáltatás mellett egy vesztes évszázadról beszélhetünk. Viszont mindennek ellenére megmaradtunk magyarnak, itt vagyunk a Kárpát-medencében, mi vagyunk még mindig a legnagyobb nemzet, és reméljük azt, hogy talán a közösségeink az elmúlt 10 év nemzetpolitikájának is köszönhetően megerősödtek, és ebből táplálkozva a következő évszázad számunkra már egy nyertes évszázad lesz.